kis főhős fogunk rajzolni. Egy ilyen szép kis karikát rajzolunk, rajzolunk neki két szemet, meg egy szájat. Ugye milyen szép, meg szemöldököt, hogy gonosznak tűnjön. Én papírkalacsinókat fog dobálni. Neked is kell. Lesz a középpont. És már csak gonosz papírszörnek kéne meg. Már megvan. Megvan, mi lesz? Ez az. Gonosz papírkutyák! Tüskések ráadásul. Nagy tüskék vannak rajta, és gonosz. És hogy honnan tudjuk, hogy gonosz? Az nem piros! És a piros több árnyalatát is használja, ezt be kell színeznünk. De egy objektet kell belőle csinálni. Mindegyikből. Hozzá kell adnunk egy mozgást. Lefele gombot, azt tegyük be neki, hogy menjen lefele. Lefele. Látjátok, lefele mutat a nyíl, meg jó irányba. Szóval, most ezt megnézzük, akkor ennek működnie kell. Kell egy ilyen. Ja, indítsuk. Mi ez? Kamehazmas rohamtúró. Ilyen rohamot kell létrehozni. És akkor ide rakunk egy ilyet. Meg ilyet. És akkor elindít. Működik. Látjátok, így lehet vele mozogni. Igen. Ez annyira varázslatos számomra. Ó, ott a piros papírkutya. Jaj, ne! Jaj, ne! Mindegy. Szinte valami rosszra nyomtam egyébként is. Igen, itt na, állítsuk be. Szerintem már tökéletes is, ja, még valamilyen textúrát elfelejtettem. Kell nekünk egy ilyen... ilyen fal, ami jelen esetben drótkerítés lesz. Én szeretem a drótkerítést rajzolni, mert abban annyira jó vagyok. Szeretem a drótkerítés rajzolást, hiszen abban senki sem tud engem megverni. Meg abban, hogy elmond, hányszor tudom elmondani ezt, hogy szeretem a drótkerítés rajzolást, abban sem. Csak az a baj, hogy ebben a programban minden ilyen szürke, meg ilyen fekete, és így nem látok semmit.
Ebben itt lehet olyan dolgokat csinálni, hogy itt be lehet kapcsolni ezeket hülyeségek. Hülyeség. Itt lehet ért, hogy zöld legyen a háttér. Igen. És akkor így ilyen zöld lett a háttér. Csinálunk egy ilyen... ilyet. Azt csináljuk neki, hogy... Na itt vagyok meg én, és látjátok, hogy ezt be kell rakni, és ezt én aludjátszre kell rakni, mert nem tudom, hogy az mire való, hogyha nem úgy. Mihi, szeretem a számokat! Ha! Mi az? Miért te piros? Nem szeretem a piros színt. Mi is volt? Várjunk, csak már nem emlékszem. A kettő talán? Jó lesz a kettő. Itt vagyok, látjátok, és elfelejtettem ezt az egész izét. Elfejtettem dolgot kerítést rakni. Körbe kell a pályát rakni drótkerítésekkel. Ízlésesen, így mi. Ide is rakunk párat, hogy nehéz legyen a játék. Így mi. Amúgy tanultam apukámtól valamit, hogyha neki mész hogyha valamit kiír, hogy valami rosszat, akkor okra kell mindig nyomni. Bár én ezt nem így szoktam, mert én mindig a kiikszelem. Még akkor is, hogyha valami nagyon rossz, mert általában a kiikszelem az mindent megold. Sokkal jobban szoktam járni. Látjátok, itt vagyok én, és látjátok? Nem is megyek neki a falnak. Már csak a gonosz kutyákat kell megcsinálni, hogy működjenek. Meg a golyó, de lehet, hogy ez a következő részben lesz csak meg. Na, kell nekünk egy ilyen papírkutya. Annak azt kell bevenni, hogy... step. És itt egy nagyon egyszerű dolgot kell berakni. Ezt itt berakjuk. Ide beírjuk azt, hogy... így mi? Aztán... így mi? Ez apukám mondja, tehát hogy ő írja ezeket, szóval ne nagyon legyen ilyen nagy probléma ezzel, hogyha nem értitek, hogy ez itt mit csinál. És azt kell beadni, hogy... Mi? Nulla? Úristen! Ez nem nulla! Apa az rossz! Értem. Szóval nem rossz. Szóval ne akadjatok ki ezt a játékot, le lehet majd tölteni a leírásban, mivel annyira bonyolultnak érzem ezt a játékot, hogy forráskódot nem fogok már linkelni, mert ez az én játékom, és ott nem fogok ilyenekkel rontani ilyenekkel. Ups! Apukám azt mondja, hogy szerint ezt elrontotta. Nincs. Azt mondta. Igen, a következő részben majd ezt is bemutatjuk. Hogy bemutatom, hogy... hogy most megcsináljuk, hogy meghaltál, és miután meghaltál, utána előre kezdődik a játék, ezért nem tudom, mit legyen ilyen. Rakjunk le sok papírkutyát, mert ne töröljük le őket, nem sokat rakunk le. És mehet. Most remélem, hogy működni fog, és a következő részben akkor beszélhetünk a lövésről. Na, miért nem tölt be? Nem hiszem el. Na, itt vannak a kutyák, a papírkutyák. Jaj, ne! Majdnem neki mentem.
ne! Annyira csalos vagyok, hogy tudom őket kerülni. Apukám egyébként nagyon jó. Jaj, ne! Ugye ezt csinált, ilyen szép kis... Jaj, ne! Apukám egyébként nagyon jó programozó. Nagyon sok programot írt már. Csak nagyon béna szokott néha lenni egyébként, amikor nagyon rossz. Például most is elrontotta. Mindjárt megnézi apukám, hogy mi a probléma. Valahogy ezt mondja, hogy szerintem ez a probléma. De meg azt, hogy ezt elírta. Most már szerintem működnie kell. Csak sokáig tölt ez mindig, és ez engem annyira zavar. Mindig ilyen sokáig tölt. Na, betöltött. De hogy láthatjátok, a játékban már látszik is, hogy itt ilyen dolgok történnek. Itt most nem tudom, hogy mi történik. Jaj, nem meghaltam. Nem baj. A papírkutyák nagyon bénák tudnak lenni néha. Látszik is, milyen bénák. Szóval ezt mondja apukám, hogy még ezt itt meg kéne csinálni. És most már végleg működni fog. Végleg! Na, itt vagyok végre. Most már láthatjátok, milyen veszedelmesek valójában a papírkutyák. Jaj, ne, meghaltam. Ez a játék nagyon izgalmas. Néha még lehet trükköket is alkalmazni benne. Például, jaj, ne. Hogyha megnyomjuk a jobbra, régenben úgy van a játékban, hogyha megnyomjuk ezt a gombot itt, ezt a jobbrát, akkor elindul egy ilyen átlós irányba. De hogyha mondjuk a jobbrát és a left gombot egyszerre nyomjuk, akkor lefele megy. De ha lefele gombot nyomjuk, akkor balra megy. De ezt mindegy, majd kitapasztaljátok ezeket a trükköket, és a kommentekbe leírhatjátok, mi a tapasztalatotok erről a játékról, mivel mind kipróbálhatjátok, mondom. Hát, remélem, hogy ez a tutorial videó rávezetett arra, hogy te is csinálj több játékot, hanem más játékaival játszál, hanem csinálj a játékokat, mert hát sokkal jobb, hogyha saját magad csinálod a játékot, mintha... Nem igazán, megint meghaltam, mint hogyha... Hogyha másik játékában vagy átszol, úristen, ez nagyon szerencsés volt. Haha, bejutottam a menedékbe. Na, de mivel ez nem egy játék, mert nincs benne cél. Kell nekünk egy cél. Már van is egy ötletem. A cél az, hogy a papírkalacsnokat kell felvenni. Van itt ilyen szure. Így. Így valahogy, és így. Így kell pontot adni. Így, né? És még ki is kell ezt így rajzolt adni. Nem így. Mindegy, így is kirajzolhatjuk. Így. Nem szóra, hanem pont lesz. Pont nem ez lesz, de mindegy. Így mi? Ki
fogja hívni, hogy mennyi a pont. Na, bocsi! Ó, véletlenül kapcsoltam be a frapszat. Mindegy. Most beraktam a nyerést. Majd okosok lesztek, kitaláljátok, hogy hogyan kell megcsinálni. Na, itt vagyok. Most csak egyszer. Véletlenül eszembe jutott, hogy nem raktam le papírkalacsinokat. És gyorsan most felveszik, akkor kiírja, hogy szóra egy, ott fel, ha látod. Úgy meg béna, mert nem úgy írja ki, mint ahogy én szeretnél. Jaj, ne! Jaj, ne! Ez az. Ha felveszem az összes pontot, még nem jött le, nyertem. De az lesz. Egy gonddal kevesebb. Állj ne! Találsz hibát a játékban, ne úgy vedd, hogy úristen jelenteni kell, hanem úgy, hogy szerencséd van. Állj ne, papírkutya. Most nagyon gonosz. Ne már megint ölt meg! Megint megölöm! Nem bírom azt a játékot. Berakadt egy papírkutya! Ez az, ez az én időm. Úristen, most ide jött az összes, és ki az, ki szabadult ez a hülyeség? Nem! Nem igaz! Nem lehet igaz! Papa, végig tudod ezt vinni? Papa, miért? Hát persze! Ezt én csináltam, nem láttad az előbb? Én tudom, hogy büszke vagy rám, hogy ilyen jó játékokat csinálok. De akkor miért nem játszasz velük? Ez rossz indok, apa! Nem nehezek ezek! Hogy nem túl jók ahhoz, hogy ne játsszál velük. Ezek mind rossz indokok. Egy játékommal se játszottál. Mindig azt mondtad, hogy túl jók ezek ahhoz, hogy én játszok vele. Nagyon úgy néz ki, hogy el akarsz valami elől menekülni. Jaj, ne! Na megijed a hülyeség! Jaj, van, csendben maradok, anya. Tudom, hogy a kis testvérem alszik. Nekem halkan beszélnek. Bocsánat, srácok, csak halkan kell beszélnem, mert nem áll! Követnek ezek a rémes papírkutyák. De talán miért követtek engem? Jaj, ne, meneküljök! Kezdem gyűjteni a... pontokat. Ne! Papírkot! Ehhez közel járok. Na, hogy beregedjük a kerítésekbe. Ez az. Ezt látni, mert kicsendulázom.
Hogy... Játék! Így mi? Na! Ha tetszett a videó, iratkozz fel, ha nem akkor is, és... Sziasztok, én Kedotó voltam, és ez volt a Gamemaker. Itt csináltam ilyen szuper játékokat. A játékot adottatok a leírásban, mint 100 000-szer mondtam. Sziasztok!